Gyönyörű Balatoni villa a nap ez a ház is azért a milliárdos vállalkozói, aki Kelet magyarország egyik meghatározó élelmiszerlánca és egy hajdúszobosztói négycsillagos wellness szálloda tulajdonosaként ismert. Vagyon a nagyságát jól mutatja, hogy 2017-ben több gazdasági társaságtól 3,6 milliárd forint osztalékot vett fel. Ügyvédje segítségével az Egyesült Arab Emírségekben szerzett letelepedést, egy arab fedővállalkozást és hivatalos lakcímet, hogy ezekkel a hamis adatokkal elkerülje több mint 540 millió forint személyi jövedelemadó befizetését Magyarországon. A nyomozás kiderítette, hogy a tehetős vállalkozó külföldi életvitele kizárólag álca valójában itthon élt, Magyarországról irányította a üzleteit, ezáltal Magyarország kormánya, valamint az Egyesült Arab Emírségek között létrejött nemzetközi egyezmény szerinti adómentességre nem volt jogosult. Így a vizsgálja a további években történt ugyancsak milliárdos nagyságrendű osztalék felvételeit is. Sorra került elő a több száz doboz éles lőszer, miután az üzletember Balatoni villájában a nyomozók ébresztették. Barack hatalmas a hatalmas tárolóedényekben, edényekben, amint egy ezer liter tisztázatlan eredetű italra is a vadászházban bukkantak a nabosok. Nem is kellett több, hogy intézkedjenek az akcióban, ingatlanokat zároltak és bankszámlákat foglaltak le. A biztosított vagyon értéke már most megközelíti az 1 milliárd forintot. A vállalkozót és ügyvédjét bűnszövetségben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozva elkövetett költségvetési csalás miatt hallgatták ki nyomozó kollégáim gyanúsítottként az ügyben. Ezek a képek már a Debreceni Büntetés Végrehajtási Intézetben készültek, a milliárdos üzletember jelenleg is letartóztatásban van, ügyvédje szabadlábon védekezhet, ha bebizonyosodik bűnösségük, akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak.